Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Rendőrkézen, Szerbiában és Magyarországon is körözött bűnözőt fogtak el a nyomozók tolnán. Betörési kísérlet, a műanyag bejárati ajtót égették ki, hogy bejussanak. Nem lesz többé bűz és döglött hal, jól halad a szennyvízberuházás Bátán és Bátaszéken. Új játékok a két jóvodában, nyereményjátékon volt sikeres az intézmény. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szerbiában jogerősen börtönre ítélt drogdílert fogtak el Tolnán a nyomozók. A szerb-magyar kettős állampolgár férfi lakossági bejelentés alapján került az itteni rendőrök látókörébe. Most a magyar hatóságok kiadják Szerbiának, hogy ott töltse le a legalább 3 éves börtönbüntetését. Táskával a kezében vezetőszáron kíséri a férfit a szekszárdi rendőrkapitányságra a civil ruhás nyomozó. Itt pedig már a társát motozzák át. A két férfit Tolnán fogták el néhány napja, egyiküket régóta körözték. A két hete elindított új körözési lista segítségével állampolgári bejelentés alapján akadtak rájuk a rendőrök. A 35 éves szerb-magyar állampolgárságú férfit kezdetben Szerbiában körözték, majd pedig nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki ellene, mert még 2017-ben kábítószerkereskedelem büntet megalapozó gyanúja miatt indítottak vele szemben nyomozást. Úgy tudjuk, az elfogott férfi az egyik legveszélyesebb droggal, heroinnal kereskedett, de más bűncselekmény miatt is keresték a szerb és a magyar rendőrök is. A férfit azóta a Szerbiában 3 év börtönre ítélték, és folyamatban van ellene továbbá hivatalos személy elleni erőszak büntet megalapozó gyanúja miatt is eljárás. Az elfogása óta a hatóságok most a szerb-magyar kettős állampolgár Szerbiának történő kiadásán dolgoznak, hogy ott meg tudja kezdeni a már korábban kiszabott büntetésének letöltését. Véradással segítettek másokon a dombovári rendőrkapitányság munkatársai, összesen 27-en, közülük 5-en először nyújtották a karjukat. Az akciót hagyományteremtő céllal rendezték meg. A rendőrség munkatársai között egyébként sokan rendszeres véradóknak számítanak, ezt mutatja az is, hogy a Magyar Vöröskereszt 2012-ben véradóbarát munkahelyé nyilvánította a Tolna megyei rendőrfőkapitányságot. Egy év 6 hónap próbára bocsátásra ítélt a bíróság egy férfit, aki munka közben markolóval eltépett egy gázvezetéket Dombóváron. Az ügynek 2 vádlottja volt, a másodrendű pénzbírságot kapott. Az eset azért került a bíróság elé, mert a sérült vezetékből több mint 1 órán keresztül ömlött a gáz, ami miatt 36 helyi lakost ideiglenesen ki kellett telepíteni az otthonaikból. A vádlottak szabálytalanul végezték a munkát, ez okozta a balesetet. A felettesük azt az utasítást adta nekik korábban, hogy a vezeték közvetlen környezetében csak ásóval dolgozhatnak, markolóval pedig nem. A bűncselekményt az okozta jelen esetben, hogy ez egy gondatlan alakzata a közveszélyokozásnak, mivel hogy sok emberi élet, illetve anyagi javak kerültek veszélybe a vádlottak gondatlan magatartása folytán. Tehát nem szándékosan idézték elő ezt a nagy közveszélyt, hanem az ő magatartásuk, az ő munkájuk olyan volt, hogy nem győződtek meg arról, hogy ez milyen veszélyes következményekkel jár, hogyha ők gondatlanul cselekednek, és így okozták a közveszélyt. Szekszárd több pontján voltak betörési kísérletek múlt héten pénteken. A rendőrség tájékoztatója szerint, ha nincs riasztórendszer a házban, akkor is számos olyan trükk van, ami miatt a betörőknek nem lesz vonzó célpont egy-egy ingatlan. Egy egyszerű mozgásérzékelő lámpa felszerelése is nagyban csökkenti már a kockázatot, de nehezítjük a betörők dolgát, ha a kulcsot például nem hagyjuk a zárban. Ezen a környéken is megpróbáltak pénteken betörni eddig ismeretlen tettesek ingatlanba. Az éjszaka folyamán Szekszár több pontján is megpróbáltak bejutni házakba. Itt a Bródi Sándor utca környéki ingatlanban a műanyag bejárati ajtókra akkora lyukat égettek a zár mellett, hogy pont egy ököl beférjen. Így akarták azután a kulccsal kinyitni a bejáratot. De mivel a kulcs nem volt a zárban, ez meghiúsult. Ezután az előszoba ablakot próbálták 8-9 helyen felfeszíteni, mindez hajnali 1 órakor.
A tulajdonos felébredt, hívta a rendőröket, akik perceken belül kiérkeztek, a betörő azonban meglógott. Komlosiné Kis Anett, a rendőrség szóvivője azt mondja, akár egy álkamera is távol tarthatja az elkövetőket, vagy éppen a televízió szimulátor, amit már kevesebben ismernek. Ez olyan kicsi eszköz, amit be tudunk kapcsolni, a beteszünk a lakásunkba, és különböző villódzó fényeket bocsájt ki magából, olyan hatást kelt, mintha működő tévénk lenne. Aztán, ami még egy nagyon pici, és nagyon sokan nem is gondolnak rá, hogy egy kicsi villanyt, egy kis fogyasztójú villanyt felkapcsolva hagyunk. Ez is általában el szokta a betörőket riasztani. De érdemes a kerti növényzetet, sövényt is úgy gondozni, hogy a házunk jól belátható legyen. Ha lehet, a postaládán szereplő névből ne derüljön ki, hogy az illető egyedül él az ingatlanban. A szóvivő hangsúlyozta, a rendőrségi autók folyamatosan járőröznek a város különböző pontjain. A vezetők minden alkalommal, amikor reggel eligazítást tartanak, vagy az éjszakás állománynak, mindig felhívják a figyelmet, hogy egy adott területen, város adott pontján, vagy egy település adott pontján az elmúlt időszakban milyen bűncselekmények történnek. Ilyen esetekben természetesen a rendőrök mindig fókuszálnak ezekre a helyzetekre, és kiemelt figyelmet fordítanak a járőrözés során azokra a területekre, ahol korábban bűncselekmények történtek. A rendőrség nem erősítette meg az információt, de feltételezhető, hogy a betörések egy országos elkövetés sorozat részei voltak, amit egy bűnbanda tart kézben. Jelentősen nőtt az élelmiszerek és a szeszes italok ára januárra az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az átlagos drágulás 4,2%, de ezen belül az idén-nyáras élelmiszerek, mint a burgonya, a fríz zöldség, a gyümölcs több mint 5 évvel kerülnek többe, mint egy évvel korábban. A liszt ára 9, a kenyéré 6%-kal magasabb, a tojás viszont 25%-kal olcsóbb lett, és a cukorért is 10%-kal kevesebbet kell fizetni. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 7%-kal emelkedett. Már a nyárra megoldódhat a szennyvíz elvezetés Bátán, a Lajvéron és Kövesden, továbbá beüzemelhetik az új szennyvíztelepet Bátaszéken. Jól halad az építkezés, és megkezdték a próbaüzemet, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg, a települések régóta vártak már erre a fejlesztésre. Ezek a felvételek 3 hónappal ezelőtt készültek a bátaszéki szennyvíztelepen. Egy beruházás részeként új medencét építettek, és új technológiai elemeket helyeztek el a telepen. Január végén pedig elindult a próbaüzem, mondta Halász Tibor, a kivitelező cég projektvezetője. Bátaszéken gerincvezeték, gravitációs gerincvezeték 2800 méter épül, azon kívül 152 darab házi bekötő csatornát építünk, tehát 152 új ingatlan lesz rákötve a csatorna rendszerre, ugye ezzel lesz elvileg 100%-os a településnek az ellátottsága. Jól haladnak a munkálatok Bátaszéken, amit a településen élők üdvözülnek. Megoldódik a szennyvíz elvezetés a Bátaszékhez tartozó Lajvéron és Kövesden is. Egyrészt sokkal jobb minőségű tisztított szennyvizet fog biztosítani az elkövetkezendő időszakban, tehát ez az egyik cél, amit tud teljesíteni maga a beruházás. A másik az, hogy a mi településünk esetében is, Báta esetében is, mi esetünkben biztosan 100%-os lesz a csatornázottság a településen, tehát minden egyes ingatlan igénybe tudja venni, sőt igénybe kell, hogy vegye a szennyvíz vezeték által biztosított szolgáltatást. A beruházás különösen fontos Báta életében, mondja a település polgármestere, mert számtalan kellemetlenség eredt abból, hogy éppen a környezetvédelmi és turisztikai szempontból fontos részeken áradt a bűz a főcsatornából. Sok esetben nagyon kellemetlen bűz áradt ebből a vízfolyásból, ami ellen szinte nem tudtunk semmit tenni, nem beszélve arról, hogy tovább engedt ezt a szennyvizet, és az élő vízfolyásba, ami egyben a Bátai Horgász Egyesület területe, a Holduna, tehát horgászat szempontjából, mint üzemeltető, hát elég kellemetlen szituációkat adott, akár a döglött halak témájába, akár a felfordult víz dolgába. Az 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg, és ha minden így halad, az év második felére be is fejeződhet. Még ezen a héten meg kell kapniuk a munkavállalóknak a tavalyi bevételeiket igazoló dokumentumokat a munkáltatóiktól. Ezekre a személyi jövedelemadó bevalláskor lesz majd mindenkinek szüksége, ezt idén már szinte minden állampolgárnak a NAV munkatársai készítik el.
február közepéig kell a munkaviszonyban dolgozóknak megkapniuk a munkáltatóiktól a tavalyi bevételeiket igazoló dokumentumokat. Ezekre az adóbevallás miatt van szükség. Az adóbevallás tervezetet már minden munkavállalónak a NAV készíti el. A tervezeteket március 15-től az online elérhető ügyfélkapunk keresztül vagy postai kézbesítés által papíralapon lehet ellenőrizni. Az ügyfélkapura az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáiban vagy a kormányablakokban lehet regisztrálni. Ha pedig valaki a postázást választja, akkor azt március 18-áig kell jelezni a NAV munkatársai felé. Erre SMS-ben, telefonon, személyesen és online is van lehetőség. Fontos megemlíteni azt, hogy az adóhivatal idén már még szélesebb körnek, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók részére is készít bevallási tervezetet az őstermelőköz és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Nekik azonban a tervezetet beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük az adott tevékenységükre vonatkozó jövedelmükkel, illetve azokkal az adatokkal, amelyek a NAV rendelkezésére nem állnak. Az idei évtől komoly változás az is, hogy a személyi jövedelemadó befizetési kötelezettség egységesen mindenkinek május 20-a. Új közterülettel gazdagodott Tolna. A Dunaparton egykor fűrésztelepet üzemeltető helyi család tagjai után a Stern köznevet kapta. A képviselőtestület döntése nyomán az alig 20 méter hosszú, eddig csak helyrajzi számmal rendelkező terület. Azt, hogy a Malom utcából nyíló apró területet az önkormányzat elnevezze, az ott élők kérték. Nem lehet bejelentkezni lakcímre addig, amíg nincs, tehát helyrajzi számra nem lehet bejelentkezni, csak utcaházszámra. És egy kérés érkezett hozzánk, hogy egy 20 méteres szakasz szú a Sternterephez közeli közt nevezzünk el, és végül is, mivel a Sternterepet bár mindenki tudja, hogy mit olnán a Sternterep, de hivatalosan nem ez a közterület neve, így aztán Sternköznek hívjuk ezt a rövid szakaszt. Úgyhogy majd, ha a tolnaiak a továbbiakban látják a Sternközt, akkor remélem tudni fogják, hogy melyik részről van szó. 100 000 forintnyi játékkal bővült a Kéthyi óvoda, a szülők és a dolgozók összefogásának köszönhetően, valamint egy országos játék eredményeként gazdagodott az intézmény. Ez az új trambulin a legjobbkor érkezett a Kéthyi óvodába. A régi a falnak támasztva pihent, kiszolgálta a maga idejét, épp szükségessé vált a csere. Az intézményben 3 éve a szülők segítségével indulnak egy országos pályázaton, és az így nyert összegeket tudják a játékpark fejlesztésére fordítani. Úgy próbáltuk válogatni, hogy kintre az udvarra, bent sportjátékok, illetve asztali fejlesztő játékokat válogattunk össze, és persze bábukat. Az óvodavezető azt mondja, könnyű dolga van, mert olyan szülői háttér van az intézmény mögött, akikkel minden céljukat el tudják érni. Gödrei Zoltán polgármester azt mondja, évek óta gyakorlatilag telt ház van az óvodában, és a jelzések alapján jövőre is minden hely el kell. Telt házzal működünk, és ahogy én a vezetőnőt kérdeztem a múltkor is, úgy néz ki, hogy ez a létszám ez nem hogy csökken, hanem inkább nő. Hát ugye ezek bele kell kalkulálni, hogy némelyikor szülők költöznek el, de van, amikor költöznek is be, tehát ugye a létszám az nagyjából állandó, és szerintem majdnem a maximális van. Azt tervezik, a tavasszal új udvari játékokat is telepítenek. A készlet már rendelkezésre áll, a jó időre várnak, és minden igényt kielégítő óvoda működik majd Kéthyen. Taroltak a szekszárdi íjászok a legutóbbi Miskén megrendezett 3D terepversenyen. Az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület versenyzői közül 3-an kategória győztesként, 2-2 pedig ezüst és bronzéremmel térhettek haza. Aranyérmet szerzett André Kovics Balázs, Barta Nikolett és Dudás József, a dobogó 2. és 3. fokára pedig Horvátné Barinkai Zsuzsanna, Németh Réka Anna, Barta Viktória és Horváth Tamás állhattak fel. Regionális híreink következnek. Megújulnak a közösségi terek Pécsen, 130 millióra pályázhatnak a résztvevők. Újra divat a házasság hazánkban, nagyszabású ünnepséggel nyitották meg a házasság hetét. 16 kiállító, több mint 20 színpadi program, ismét megrendezték a Pécsi Csokoládé Karnevált.
Újabb forrásokból újulhatnak meg Pécs közösségi terei. Hétfőn nyílt meg az a 132 milliós keret, amiből játszóterek, parkok, közösségi házak újíthatók meg. A pályázatokat márciustól várják, az első döntések már áprilisban megszületnek. A mostani forrás része annak a 750 millió forintnak, amit a helyi közösségi fejlesztésekre kapott Pécs. Felújított és új pécsi játszóterek láthatók ezeken a felvételeken. Ezekből lehet több a közeljövőben. Újabb pályázati forrás nyílt meg játszótér felújításra hétfőn, jelentették be a Városházán. Kis játszóterek, szabadtéri rendezvény infrastruktúra kialakítására, valamint közösségi ház felújítására, kisebb volumenű felújítására lehet pályázatot benyújtani. A várakozásoknak megfelelően, ugye a várakozásaink arról szólnak, hogy várhatóan nagy lesz a túljelentkezés, így érdemes a pályázatokat minél előbb beadni. Március 18-a és október 15-e között lehet pályázni, de az első elbírálást április 26-án tartják. 132,5 millió forint a keret, ebből két értékhatár szerint lehet részesülni. Minimum 5 millió forintra, maximum 32,5 millió forintra lehet pályázni. Minél magasabb az igényelt támogatás, annál komolyabb indikátorvállalásokat kell teljesíteni a támogatást igénylőknek. Pályázni Pécs teljes közigazgatási területén lehet, tehát akár egy peremkerületi kisjátszótér vagy közösségi ház létrehozásától egészen egy nagyobb léptékű közösségi ház felújításáig, vagy egy teljesen új szabadtéri rendezvény infrastruktúra létrehozásáig tudunk támogatást biztosítani. Ez alapján 6 és 26 közötti pályázatot tudnak majd támogatni, attól függ, hogy a kisebb vagy a nagyobb összegű igényekből lesz-e több. Pályázhatnak civil szervezetek, önkormányzati szervek, vállalkozások. A feltételekről a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület honlapján vagy közösségi oldalán tudhatnak meg többet az érdeklődők. Újra divat a házasság Magyarországon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye szerint 20 évvel ezelőtt nem kötöttek annyi házasságot, mint az utóbbi években. A hétvégén kezdődött országos rendezvénysorozat is a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Pécset Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a házasság világnapi ünnepség résztvevőit. Magyarországon 12. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Baranya és Tolna megyében is számos település csatlakozott a házasság értékeit népszerűsítő kezdeményezéshez február 10-e és 17-e között. 2016-ban 20 éves csúcsot döntött a házasságkötések száma, és ez a tendencia azóta is megmaradt, mondta Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár szombaton Pécsett a házasság világnapján. Ez azt mutatja, hogy a fiatalokban megvan a hit, a bizalom, a remény a jövőt illetően. Mi az összes családtámogatási eszközzel, ami összességében a kétszeresére nőtt 2010 óta, igyekszünk ezt a döntést támogatni a fiatal házasok adó kedvezményével, a családi otthon teremtési kedvezménnyel és sok más egyébbel is. Tehát igyekszünk, ahol tudunk segíteni, hogy meghozzák ezeket a döntéseket, és a kívánt és várt gyermekek megszülethessenek a társadalomban. Randevú egy életen át. Ez az idei mottója a házasság hetének. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülő vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A házasság világnapi ünnepséget a Pécsi Székesegyház Nagy Családos Egyesülete szervezte. Nagy örömömre szolgál, hogy mindannyian, akik itt vagytok, egyrészt gondolom megnyitottátok a szíveteket, és úgy gondoljátok, hogy a házasság az nem egy reményvesztett dolog, mindig van lehetőségünk javítani, és mindig van lehetőségünk tenni azért, hogy boldogabbak legyünk. Én azt remélem, és azt szeretném, hogyha mindenki valami olyannal menne a haza, amivel tudja, hogy hogyan fogja ezentúl másképp, boldogabban, jobban élni a házasságát. Köszönöm, hogy eljöttetek, hiszen valószínűleg mindannyian fontosnak tartjátok a házasságot. A házasság hete elnevezésű rendezvénysorozat behálózza a világot. Mára már 4 kontinens, 21 országa együtt ünnepel.
A február immár a pécsi csokoládéimádók hónapjává vált, hiszen 7. alkalommal rendezték meg a pécsi csokoládé karnevált a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as épületében. Február 9-én és 10-én a prémium kézműves édességekből álló kínálat mellett több mint 20 színpadi program és kreatív foglalkozások várták az ínyenceket. Festés csokoládéval, gyurmázás szintén csokoládéval, és szökőkút ugyancsak csokoládéval. Minden erről a kakaóbabból készült finomságról szólt a hétvégén a Zsolnai negyedben. Kicsik és nagyok két napon át kóstolhatták, vásárolhatták az édességet. 7. éve szervezzük meg ezt a csokoládé karnevált. Minden elemében pécsi. Most már a kiállítóink egy része is, a játszóházak, az előadóink, a műsorvezetőnk. Az érdeklődők különböző előadásokon is részt vehettek. Ilyen volt például a Zsolnai Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola cukrásztanulóinak bemutatója. A fiatalok a bombonkészítés folyamatába engedtek bepillantást. Az interaktív programok és a vásár mellett a rendezvény célja az értékmentés is. Kézműves csokoládé készítők jönnek ide az ország minden részéről, illetve az idei év különlegessége, hogy a Zsolnai motívum és mintarendszer is megjelenik egy csokoládé kockán, amely valóban a pécsiségünk részét képezi, hiszen a Zsolnai motívum kincs a pécsi értéktárnak is része. A 7. pécsi csokoládé karneválon 16 kiállító vett részt különleges termékeikkel, és több mint 20 színpadi program szórakoztat a közönséget. A legkisebbeket pedig kézműves foglalkozások is várták a Zsolnai negyedben. Bomba meglepetés született Pécsen a férfi kosárlabda bajnokság hétvégi fordulójában. A tabella utolsó helyén tanyázó TF Budapest csapata megszerezte második győzelmét a Baranyai megyeszékhelyen. A hazai csapat nem hozta tudását sem védekezésben, sem támadásban, így hiába várta a szurkolótábor, végül nem érvényesült a papírforma. Papírforma eredményre számított mindenki a PVSK férfi kosárlabda csapat és a TF Budapest szombati összecsapásán. A sereghajtó egy hazai győzelemmel szerepelt a tabellán a 19. fordulóig, azonban a várt fölény nem alakult ki Pécsen. A végére maradt a csattanó, az éppen a Pécstől kölcsön kapott Krisztyánszki Boris dudaszús triplája döntött a vendégek javára. 76-77-re nyerték a meccset. Úgy érzem, hogy most volt az, amikor itt tényleg úgy harcoltunk, ahogy kell harcolni. Az meg, hogy beesett a végén a tripla, az csak egy habatortán tulajdonképpen. Természetesen elég mindenki, hogy beesett, de hogy érezhető volt a munkán az, hogy most ki is jött a mérkőzés teljes egészét nézve. A hazaiak mestere nehezen találta a szavakat a váratlan és a forduló meglepetését hozó vereség után. Két dolog van, nem csak beszélni kell, meg állandóan nyomni a dumát, hanem és nem a TF-et lebecsülve, de azért egy ilyen mérkőzés azért megmutatja, hogy ki az igazi sportember, és ki az, aki koncentráltan áll a mérkőzéshez. Ha az a baj, hogyha meg csak ennyit tudunk, akkor az meg már régen rossz. Csütörtöktől a Magyar Kupa 8-as döntője következik, majd válogatott szünet jön. Legközelebb március 1-én folytatják a bajnoki küzdelmet a pécsi kosaras fiúk, akkor Szegedre látogatnak. Most mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Rendőrkézen, Szerbiában és Magyarországon is körözött bűnözőt fogtak el a nyomozók Tolnán. Betörési kísérlet, a műanyag bejárati ajtót égették ki, hogy bejussanak. Nem lesz többé bűz és döglött hal, jól halad a szennyvízberuházás Bátán és Bátaszéken. Új játékok a két jóvodában, nyereményjátékon volt sikeres az intézmény. Szerdára már mérséklődik a légmozgás, de még élénk északi a szél várható estig. A nap túlnyomó részében napsütésre van kilátás. Este nyugat felől felhőzet érkezik, melyből elszórta a hószálingózás szitáló eső is eshet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!